A vártnál szerényebb őszi szereplést követően tavasszal gyűjtegeti a pontokat a sényői futballcsapat. A szerdai fordulóban Egerben lépett pályára az Imrő László, Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes, amely újabb 3 pontot szerzett 2-0-ás győzelmével. Nehezen indult a mérkőzés, de ugye hamar vezetést szereztünk, mondhatni a már szokásos egri koreográfiánkból, ugye a Valér szögletéből a tesó érkezett és bólintott. Ugye fél ideig így maradt az eredmény, második fél időben ugye növelni tudtuk az előnyt egy újabb szögletből, igaz most nem Kevin, hanem Márton Bandi fejelte a gólt, utána pedig a fél időben beállt Sógor Csaba révén, ugye egy ügyes kilépés követően ugye az Eger ember hátrányba került, aztán így már tényleg csak annyi kérdés volt, hogy lehozzuk a mérkőzést. A forduló további eredményei a következők: Kisvárda Masztergut 2, Vasas 2, 3-1, Tiszaújváros DVTK 2, 2-0, 60 DVSC 2, 2-1, Békés Csaba 2, Füzes Gyarmat 4-2, Deac Jászberény 5-0, BVSC Zugló BKV előre 4-0, Hajdúszoboszló Karcag 0-2, Kőrös Ladány Putnok 4-2 és Pénzügyőr Tiszafüred 4-1. A Sényű idei mérlege 6 győzelem, 1 döntetlen és 1 vereség. Mondhatom nyugodtan, hogy nagyon egyenesbe jött a csapat, ugye. Annyi történt egyébként az összhöz képest, hogy felépültek a sérülteink, ugye ősszel volt, hogy 3 ember is gipszba volt, valamint télen érkezett még a Kovács Ádám, ugye vele úgy gondolom, hogy mindenképpen erősödtünk. Teljesen jó úton járunk, ugye, megmondom őszintén, ilyen jó szereplésre még én se gondoltam, de ugye próbálunk minél tovább kitolni ezt a jó szériát. A tabella élén a BVSC Zugló áll 72 ponttal, megelőzve az 56 pontos Putnokot. A Sényű 39 ponttal a 11. helyen áll a rendkívül szoros középmezőnyben. Mióta mi NB3-ban vagyunk 5. éve, még ilyenre nem is volt példa. Ugye tényleg mondhatom nyugodtan, hogy ez egy nagyon őrült bajnokság. Ugye folyamatosan nyeregetünk, és igaz, hogy mi léptünk előre, de megnézzük, hogy a 11. helyen vagyunk 39 ponttal, ugyanannyi pontunk van, mint a 8. viszont 6 pontra vagyunk még mindig az ekte kieső helytől, és 5 pontra vagyunk az 5. helytől, úgyhogy még bármi belefér ebbe a bajnokságba. Most így evés közben, hogy megjött az étvágyunk, ugye szeretnénk azért valahogy a 10-be bekeveredni és ott ragadni. A Sényű vasárnap 16 órai kezdettel a Pénzügyőrt fogadja. A forduló további párosítása a következő: Vasas 2-60, DVTK 2, Kisvárda Masztergut 2, DVSC 2, Békés Csaba 2, Karcag Eger, Putnok Füzesgyarmat, Tiszafüred Tiszaújváros, BKV előre Hajdúszoboszló, Jászberény BVSC Zugló és Körösladány Deac.